Nagyon szép napot, sziasztok, az M3 Autóparkban vagyunk Concertoval együtt. Nem minket nézzetek, nem, hanem csak hallgassatok és nézzetek meg a Kiánkat, a Kia Ceed-et, ami egy 2012-es darab, 1.4-es benzines motorra van szerelve, nagyon sok extra van benne, és nagyon kevés kilométer futott az autó. Ezt ugye vezetett szervizkönyvvel tudjuk igazolni, ami itt van mellettünk. Azt is meg fogjuk nézegetni. 76.647-et futott, menet stabilizátor, ABS, olajnyomás, töltés, szépen kiaudt benne minden, nem vagyok bekötve, be van húzva a kéziféknünk, ennyi az összes visszajelzésünk, szépen veszi a fordulatot az autónk, és ilyen gyönyörű kormányunk van, ami van egy csomó gombocska, ugye a zenevezérlő billentyűk, telefonunkat föl le tudjuk venni, és egy bordkompjúternek a gömbő gombocskája van itt, amit ugye ott szembe láttok. A külső hőmérséket mérünk, 6 fok van összességében. Jó hideg van, de itt a kocsiba jó meleg van, mert én jó melegre állítottam, de amúgy van benne ugye klíma is, és belülre van egy centrálzár, és CD rádió, és Bluetooth, ugye a telefonunkkal tudjuk őt összeismertetni, és akkor össze is lehet dugni esetleg, és lehet saját zenénket is hallgatni, hiszen mindenféle dolgot bele lehet ugye dugdosni. Itt van a szervizkönyve Feri és Peti kollégám mellett, látszik, hogy végig foglalkoztak vele, most 2018 6. hó, ugye az utolsó bejegyzése. A járművünknek friss műszakia van, és ugye a motorja 9-en lóerős. Légzsákokban van benne bőven, hiszen elől oldalt és függöny légzsák végig ABC oszlopban található, állítható mind a kormányoszlop, és mind pedig az ülésmagasság. A feliratból azt tudjuk, hogy ez egy intelligens stop and go felirat, ami annyit tesz ki, hogy ha szeretnétek használni, akkor a piros lámpánál kiveszitek sebességből, nyomjátok a féket, és leáll a motor azonnal, és onnantól kezdve várja azt, hogy ti nyomjatok egy kuplungot neki, és onnantól kezdve szépen be is indul, és már is lehet menni, tehát addig, amíg ő ott ácsorog, vagy ácsorogtok, addig nem fogyasztja az üzemanyagot, illetve a pénzeteket nem fogyasztja. Itt az oldallégzsák, az ülésmagasság, tükrök, ablakok elektromosan mennek lefelé, ezek szép zöld színű ablakok. Hátsó sor ülés, szinte érintetlen. És egy fehér színű autót nézegetünk. Ugye, amit mondottam, friss műszakival rendelkezik, és szerintem egy nagyon korrekt, szép karosszériával ide a hátoldalára is felírták ezt az ekodinamikot. Ugye ez is erre vonatkozik, hogy ilyen környezetbarátja, meg kevesebbet fogyaszt, mint a elődjeik. Nézzük meg a jobb felét is, ez pont olyan, mint a bal, és akkor nézzünk egy motorteret is. Amúgy a szélvédő épp, nem kavicsos, lámpái szintén éppek, és szépek is, nem sárgák, és ez az új modern diszlácsát kapta már ő, ez a Kia Ceed. Itt is találtam egy címkét, ami 2017-ről szól, 62.000 kilométernél volt, és így csendesen ketyerészik benne ez a változó szelepezérzésű 16 szelepes motor. Én ezt be is csuknám, tulajdonképpen túl sok mindent itt nem látunk, azt látjuk, halljuk, hogy csendben, nyugodtan, tiszta környezetben dolgozik a motor benne. Most pedig el fogunk menni egy próbaútra, Feri, Peti és Concerto kollégáimmal. Tartsatok velünk, ti is nézzetek meg azt a videót is, és iratkozzatok fel a csatornánkra, ne felejtsétek el. Nézegessétek a videóinkat, végére meg nyomjatok egy ilyet Facebookon. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. A viszontlátásra!